Jó szerencsét köszöntöm tisztelettel a megyei bányásznap minden jelenlévőjét, és kérem, hogy ennek az ünnepségnek kapcsán vigyék el azon bányász barátaiknak, társaiknak, kollégáiknak a köszöntést, akik ma nincsenek itt, de ehhez a társadalomhoz tartoznak, ehhez a nagyszerű munkát végző és igazi emberi közösséget alkotó sok-sok ezer emberhez, akik az elmúlt időszakban, ahogy az elnök úr beszédében hallhattuk, több mint 220 esztendővel ezelőtt a borsodi területeken, és ahogy alakult az életünk, ugye később borsodabói Zemplén megyében meghatározó munkát végeztek, egy olyan iparágnak a nagyszerű dolgozói voltak, amely iparág nélkül bizonyára nem így alakult volna az életünk, hiszen ami itt a szakszervezeti elnevezésben benne van, ugye a bányászat és az energia, energetika. Azt látjuk, hogy ennélkül ma elképzelhetetlen az életünk, hogy így alakulhatott, hogy ezzé válhatott a világ, amikor volt energia, amikor megteremtették azon életnek a feltételeit, amit mi ma természetesnek veszünk, ahhoz azoknak az ezreknek és tízezreknek a napi munkájára volt szükség, a fegyelmezett munkára, a közösséget alkotó munkára, arra az igazán irigyelhető emberi szolidaritásra, ami a napi munkában, és nem csak a munkában, hanem később, ugye, amikor a bányászat világa megváltozott, ma is létezik a szolidaritás, épp az előbb volt erről szó, hogy ezeknek az embereknek az érdekképviseletében, ezeknek az embereknek a napi ügyeinek intézésében lehet erre számítani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elhangzott a beszédben, hogy Borsodabói Zemplén megye önkormányzata Rudabányán egy bányászati múzeumot hozott létre az előző ciklusban Gyárfás Ildikó elnökasszony vezetésével. Ez az a tisztelet volt ennek az iparágnak és a benne élőknek, és akik már történelem, hiszen évtized, évszázadokkal ezelőtt dolgoztak, akik itt a mi megyénkben végezték a munkájukat. Nem hősiességre vágyott senki sem a munkában, hanem elvégezni a munkát és feljönni a felszínre és hazamenni a családjaikhoz. Ugyanakkor ennek a múzeumnak, ennek a kiállításnak, ugye ezt a mindennapos munkát bemutató része mellett ott van az is, hogy ez a munka bizony áldozatokat is kívánt időnként. Tehát mi ezzel az előző ciklusban előbb említettem elnökasszony munkájával kívántunk emléket állítani ennek a nagyszerű hivatásnak, és mindenki majd el fogja dönteni, akik ebben részt vettek, bizonyára másképp ítélik meg, hogy jó volt vagy nem volt jó a bányák bezárása. Általános nemzetközi tendenciaként mi sem kerülhettük el ezt a sorsot, és ez a borsodi bányavidék, amely oly sok örömet tudott adni az ott élő embereknek. Ha nem mondunk mást, akkor a kultúrotthonok, meg kell nézni ezekbe a településekbe, milyenek azok a kultúrházak, sokkal nagyobbak, mint a jelen állapotban, ugye, kihasználtságuk. Meg kell figyelnünk, ha elővennénk egy 20-30 évvel ezelőtti napilapot, akkor az edelényi vágföldi bányász, és még sorolhatnánk sok olyan futballklubot, sportkört, ami a szórakozást, a sportolási lehetőségeket biztosította. Hát mindezeknek sajnos a gazdasági alapja tűnt el, és ennek a gazdasági alapnak az eltűnésével köszöntött ránk mindaz a világ, amiben ugye vagy nyugdíjba kerültek a szerencsésebbek, értem alatta azoknak az embereknek a sorsát, akik nem tudtak ebbe kerülni, és ugyanakkor nem tudott adni a társadalom számukra megfelelő elfoglaltságot. Kísérletek folytak, folynak folyamatosan, de valószínű, hogy soha nem azt a munkahelyi légkört adja, mint ami a bányában az egymásra való utaltságból eredően az egymásra való odafigyelést jelentette. Borsodabói Zemplén megyében, ugye Miskolcon a műegyetem, a nehézipari műszaki egyetem, valamikor ugye bányászati része a meghatározó volt. Ma is, már kicsit másképpen hívják, de ma is oktatják ezt a tudományt, és azt remélik, hogy ahogy az élet átalakul, most nem a mélyművelésű bányákkal, olajjal, a felszíni bányákkal, kavicssal és még
több más ásványnak az előhozatalával, tehát azokkal az erőforrásokkal, amivel a Föld megajándékozhatja az embereket, ha van hozzá megfelelő tudás. Hát ehhez a tudást az egyetem adja meg, és remélem, hogy a következőkben is lesznek olyan fiatalok, aki mindezt a tudást meg tudják szerezni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden bányászatban dolgozó, vagy a bányászathoz kapcsoló embert még egyszer köszöntöm a megyei önkormányzat képviseletébe. Polgármester hölgyeket, urakat arra biztatva, hogy tartsák meg továbbra is a hagyományokat. Mi szeretnénk az emléklapok átadásával, ami szintén azt mondom, hogy hagyományosan a megyei önkormányzat megteszi ezt a szakszervezettel egyetértésbe. Kívánom azt, hogy a következőkben is, az elkövetkezendő esztendőkben is tartsák meg a bányásznapot. Kívánom azt, hogy az egészségükben megmaradva gondjaikon, reményeink szerint csökkenő gondjaikkal, vagy ha ezek nem csökkennek, akkor legyenek olyan segítségek, akik megadják ezt a lehetőséget. Jöjjenek össze, emlékezzenek ezen szép iparágra, ezen nagyszerű hivatásra, és ezt a hivatást gyakorló emberekre. És az emlékezés fontossága mellett abban egy reményben is, hogy ennek a hivatásnak ma is és a jövőben is lesznek folytatói, ha picit másképp is alakulnak a munkakörülmények, de ugyanúgy azzal az öntudattal, azzal az emberi együvétartozással és összefogással, ahogy ez eddig is jellemző volt. Nem kívánhatok önöknek mást, mint az elkövetkezendőkben is olyan településeket, jelesül most az 55 éves Kazincbarcikát, és az elkövetkezendőkben is bizonyára lesznek, akik örömmel adnak helyt a megyei bányász ünnepségnek, bányásznapnak. És most itt a köszöntésem végén engedjék meg, hogy köszöntsem Kazincbarcika városát, hiszen a 2-5-ös azt is lehet mondani, hogy két kitűnő osztályzat. 55 esztendő, ami idő alatt ez a város a megye meghatározó településévé vált, hiszen létszámában a harmadik legnagyobb létszámú településként. Munkaadói oldalról azt kell gondolom, hogy még mindig meghatározó vegyészettel és visszaépült, sajnálatos módon visszaépült bányászattal. Tehát azzal a reménnyel, hogy az itt élőknek munkahelyet tud adni, vagy ha nem tud még jelenleg, akkor pedig lesz lehetősége a későbbiekben, hogy az itt élőknek, az itt végzett fiataloknak azt tudja mondani, hogy visszavárunk benneteket. Hát ebben a 55 évben, nagyon sok szép eredményt értek el, kívánom azt, hogy az elkövetkezendőkben is ezek az eredmények meglegyenek. A bányásznapi ünnepség résztvevőit még egyszer tisztelettel köszöntve, köszönöm, hogy itt lehetek, örülök, hogy a megyei önkormányzat a továbbiakban is a bányász ünnepség résztvevőjeként tud itt lenni, és elnökasszonnyal együtt kifejezhetjük a megyei önkormányzat elismerését és tiszteletét azoknak, akik ezen szakma képviselői voltak. Jó szerencsét, köszönöm tisztelő figyelmüket!